jelentős részét. Bár a magyar jogtörténet nagy dicsőségére Hágában pert nyertünk, de hát ami lett belőle, azt 45-ben nem vitt a háború, 46-ban az infláció, 49-ben pedig az államosítás. Ezért a magyar felsőoktatásnak, illetve a kelet-közép-európai felsőoktatásnak számos szereplője szenved attól, összehasonlítván a nagy nyugati versenytársainkkal, hogy mindenféle anyagi, biztos anyagi háttér nélkül kellene megállnunk azt abban a versenyben a helyünket, amely versenynek a tempóját nem mi diktáljuk, nem amit a pénztárcánkhoz szabják. És hát nem tudom, hogy van remény a magyar felsőoktatásnak a felzárkózásra. A konfessziónak ezen számában Kosza Ida, a Pszichiátriai Rehabilitációs Világszövetség alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy akár tud róla a magyarság, akár nem, a trianoni trauma a tudatalatt bennünk él, és olyan kimutatható következményei vannak, mint a rendkívül alacsony konfliktustűrő képesség. Éppen két héttel ezelőtt volt a budapesti protestáns központban egy konferencia, a Healing of Memories, ahol szintén olyan aspektusban foglalkoztak teológusok, politológusok, történészek ezzel a kérdéssel, hogy mit jelent ez az örökség, ez a trauma, milyen módon lehet ezt úgy föltárni, hogy a magyar társadalom és a határon túli magyarság egészségesebben, teljesebben kerülhessen ebből ki. Tudatosítanunk kell, hogy amikor Trianon bekövetkezett, akkor az nem úgy követett be, hogy most a kísérletből összeesültek és azt mondták, hogy a magyarokat tönkretesszük, hanem a magyarok voltak, az mi voltunk a fizetőeszköz. Velünk elégítették ki a különböző igényeket, és olyan igényeket kellett kielégíteni, amely igények kielégítési keresztül adott országok megfelelően kezelhető lesznek bizonyos hatalmi érdekek szempontjából. 91 év óta nem normális körülmények között élünk. Magyarországon sem, és a Magyarországon szomszédos országban élő magyarok sem élnek normális körülmények között. A fiam, aki először ebben az évben már Budapesten jár, eljöttem, hogy előtte Bozsonyban járt, és most amikor eljött Budapestre, pár hónappal utána, hogy idejött, és egyszer azt mondja nekem, hogy apám, én most merek először hangosan beszélni magyarul utcán. Ha valaki a Trianon következményeit nem tudományos szemlélődés tárgyaként éli meg, hanem a mindennapjainak a részeként, akkor arra kell, hogy rájöjjön, hogy az elmúlt 90 évben alapjába véve az ég világon semmi új nem történt. Az utóbbi 90 év a mi számunkra lehet, hogy abnormális, ahogy Durai Miklós mondta. Tehát ez egy abnormális helyzet, amelyikben meg kell próbálni normálisan viselkedni, normális válaszokat adni, és normális emberi és közösségi életet élni. A vajdasági magyar közösség vonatkozásában fontos. Nem kérdőjeleztük meg azt, hogy számbelileg kevesebben vagyunk, de soha nem éltük meg magunkat kisebbségnek. Mi igenis mertünk az utcán magyarul beszélni, és az, hogy a többségi nemzet ezt a fajta önmegélést hogy éli meg, hát ez legyen az ő dolguk, vagy az ő szégyen. Attól, hogy mi behúzzuk fülünket, farkunkat, a mi helyzetünk, hölgyeim és uraim, egy jó ottányit nem fog megváltozni és javulni. És ilyen vonatkozásban mi számunkra egy több generáción átívelő elégtétel az, ami az elmúlt hónapokat jellemezte. Hogyha van reménykeltő építkezési szituáció, akkor ez a mostani szituáció mindenféleképpen az. Több mint 45 iskolában, több mint 30 művelődési intézetben arra készülünk, hogy vegyük át az alapító jogokat, és onnantól kezdve ezeknek az intézményeknek, ezeknek a szféráknak a rendezése kikerül a többség és a kisebbség politikai ütköző mezejéből és közösségen belüli kérdésé fog válni. A másik részét kell nekünk lerendeznünk, a közjogi viszonyunkat azokkal az országokkal, amelyeknek az állampolgárai lettünk, és amelynek az
a társadalmában kellett nekünk élnünk az elmúlt 90 évben, érvett Trianon miatt. És ez a közjogi viszony, amit nekünk rendeznünk kell, ez eddig a Kárpát-medencei magyar politikáit jobban nem tudott ennél kitalálni és legitimebbet, mint a különböző közösségi autonómiáknak a rendszere. A délvidéki magyar barátaink, a magyar közösség tagjai voltak azok, akik úgy tűnik most, mondom én optimista módon, optimistán, hogy az első működő autonómia formának a konkrét aspektusait éppen ültetik a gyakorlatban és próbálják ki, és nagy-nagy figyelemmel kísérik őket, hiszen a Trianon gyógyításon az iskolában. Nagyon megértésében szerintem fontos Franciaország szempontjából a német kérdés. Nem véletlen, hogy ezt a kérdést rendezik először, és aztán kevéssé jön át, hogy Franciaország a német kérdésben kompromisszumokra kényszer. Tehát nem az eredeti elképzeléseket valósítják meg, és az a garancia rendszer, amit a franciáknak ígérnek az angolok és az amerikaiak, az nem valósít meg. Éppen ezért Franciaország más utakat keres a biztonságához, lerövidítve úgy lehet fogalmazni, hogy amit a franciák elvesztettek a Rajnánál, azt megpróbálták megszerezni a Dunánál, és amit a Dunai Miklós is említett, hogy tulajdonképpen a történelmi Magyarország volt az, aminek a rovására ki lehetett alakítani egy új rendszert, új erőviszonyokat.